Nyugodj köszönjük United, menjünk United egy-egy. Azt a meccset meg kellett volna nyerni, de igazából el kellett volna veszíteni a látottak alapján, szóval... Um, már a meccs is azon gondolkodtam, hogy uh, elég nehéz lesz ez a top 4, mert az arzenál már a meccs egy uh, 8 pontra volt tőlünk, persze erre mondják az emberek, hogy igen, persze, de három meccset többet játszottak, de ugye azt a három meccset nekünk meg is kéne nyerni, és uh, Rögtön a liga leg, egyik legszárabb csapata ellen már el is buktunk két pontot, szóval... Nem tudom ebből, hogy lesz, hogy lesz top négy. Persze nyilván még a szezon fele hátra van, de... Egyszerűen ezek a játékosok... Én nem hiszem, hogy ennyit tudnak, de... Azt meg nem akarom elfogadni, hogy ezek tényleg szárnak bele. Tehát... Dehán kívül... Igazából ma is a legtöbb játékosunk értékeltetlen szar volt. ronaldo Külön nem is emelném ki, mert ő meg aztán végét. Tehát csatárunk is nem kap helyzetet, tehát most nincs miről beszélni. Uh, hát, hát, hogy azt kell, hogy meg kell nyerjük a BL-t ahhoz, hogy jövőre is szerepeljünk benne. Nyilván nem fogjuk megnyerni, mert uh, egy Newcastle ellen nem csak, hogy szenvedünk, de egyszerűen szerencsénk volt az egy pontot megszerezni. Uh, pár héttel ezelőtt a Nordic-ellen hasonló volt a helyzet, csak ott, ugye? 11-es nyertünk. Az a baj, hogy még a liga legrosszabb csapatai ellen se tudunk dominálni a középpályán, szóval mit akarnánk a BL-ben. Így viszont nem lennék meglepve, hogyha Ronaldo nyáron majd távozna is, persze most igazából nem is az a lényeg. Még tényleg hátra van nagyon sok mérkőzés, de Komolyan mondom a kurva anyjukat ezeknek a játékosoknak, hogy ennyire szarnak bele, mert nem hiszem el tényleg, hogy ez volt az utasítás, amit, amit ma láttunk. Ez még mindig ugyanaz a fos foci, amit uh, szósára és Kerikékkel játszottunk az elmúlt három évben. Ragnyéknak ez volt a harmadik meccse mindössze, szóval uh, őt biztos, hogy nem fogom kritizálni, mármint a menedzsert. Nyilván idő kell ahhoz, hogy uh, ezek a lusta játékosok átvegyék az ő stílusát. Úgyhogy hát nem lesz egyszerű. Következő meccs a Burnley ellen lesz, az legalább hazai pályán, de ugyanúgy ugye egy kieső csapat ellen játszunk, és a Burnley az utóbbi években egyébként is szeret pontokat szerezni az Old Próbálok optimista lenni, de nem könnyű. Szerintem azt a meccset egyébként meg fogjuk nyerni, de... de... hát ennél több kell, és én már... Kurvára nem akarom ugyanezeket a játékosokat a pályán látni. És nyilván nem arról beszélek, hogy akkor itt 11 játékos majd ki fog cserélni rágnyík, de... Maguire, istenem... Hogy mit látnak abban a BD-ben, én azt nem, nem értem meg egyszerűen. Szerintem, amíg Maguire, meg Fred ilyenek vannak a kezdőben, addig nem, hogy bajnokságot nem fog nyerni, de még csak versenybe leszünk a bajnoki címért, mert egyszerűen ezek a játékosok nem elég jók, tehát ezen nincs mit ragozni szerintem. Egyetlen gól a Norwich ellen, egyetlen gól a Newcastle ellen, két tök utolsó csapat ellen, de ez eddig kurva gyenge. Főleg ez a mai, ez, ez valami szánalmas volt. Nyilván szerettem volna, hogyha akármilyen szargollal nyerünk, de... Ezt az egy pontot is megköszönhetjük, mert igazából a reális eredmény, ez kb. 3 vagy 4-1 lett volna nyugdíjszónak, de... Nálunk van a világ egyik legjobb kapusa szerencsére, aki ráadásul jó formában is van. Volt egy csomó gondolatom a meccs közben, de... Inkább hagyjuk is... Egy-egy szeretném azt mondani, hogy ezután már csak jobb lesz, de idő kell, mindenképpen idő kell. Akár Rágynyik alatt, akár a következő menedzser alatt, de meg kell tanítani elfelejteni a játékosoknak azt, amit az elmúlt három évben csináltak a alatt, mert az az egy ötlettelen gyáva lassú szar foci volt, és ma is azt láthattuk, úgyhogy csak abban bízom, hogy hazaépen azért a... Más lesz a játékosok hozzáállása, úgyhogy három nap is kiderül.